Sok szeretettel köszöntöm Önöket az IBS nyílt napján. Lendvai László vagyok, az IBS felvétel és marketing központjának vezetője. Szeretném röviden bemutatni Önöknek az IBS-t, utána kollégám dr. Rácz Márton, az oktatási központ vezetője fogja ismertetni Önökkel oktatási programjainkat. A végén pedig egy rövid videót láthatnak kampuszunkról. A nyílt nap során a komment szekcióban nyugodtan feltehetik kérdéseiket, amit a nyílt nap végén élőben meg fogunk válaszolni. Az IBS közel 30 éve működik, 1991-ben alapították. Hallgatóink az angol nyelvű alap- és mesterképzésen partneregyetemünk a University of Buckingham diplomáját szerezhetik meg. Times Magazine kidolgozott egy újfajta rangsort, melyben az egyetemeket nem a kutatásuk alapján értékelik, hanem az oktatási kiválóság alapján. Ebben a University of Buckingham a legjobb brit egyetemként szerepel. A University of Buckingham szintén előkelő helyen szerepel a hallgatói elégedettségi felmérésekben, illetve a hallgatói elhelyezkedési arányokban. Az IBS-be több mint 100 országból érkeznek hallgatók minden évben. Az IBS Budapesten a 3. kerületben, a Duna mellett található a Graphisoft Parkban. Olyan szomszédaink vannak, mint Microsoft, Canon vagy az SAP. Az IBS szállást is nyújt hallgatóinak a kampuszon. Az IBS kampuszán 3 épület található, egy adminisztrációs épület, egy oktatási épület, illetve egy könyvtár. Az IBS főépületétől 3 perc sétára található az IBS Residence Hall. Itt egy, illetve 2 ágyas szobában tudjuk elhelyezni hallgatóinkat. Rendelkezésükre áll továbbá konyha, illetve mosóhelyiség. Hallgatóink mind alapképzésben, mind mesterképzésben az IBS és a Buckingham közös képzésein folytatják tanulmányaikat, és a University of Buckingham diplomáját kapják meg, mely pont ugyanolyan, mintha kint tanulnának Angliában. Ez a diploma a világon mindenhol elismert. Az IBS rendelkezik magyar, EU-s, illetve brit akkreditációval. Hallgatóinknak az alapképzési programjainkon lehetősége van egy fél évet az Erasmus program keretében külföldön tölteni. A Kanári-szigetektől kezdve Madridon, Párizson, Londonon át egészen Észak-Finnországig vannak partneregyetemeink, ahol hallgatóink eltölthetnek egy fél évet. Karrierirodánk számos multinacionális céggel áll kapcsolatban, és évente többször szervez online állásbőrzét hallgatóink számára. Karrierirodánk munkatársai folyamatosan segítik hallgatóinkat az álláskeresésben, illetve az elhelyezkedésben. Az IBS alapképzései 6 fél évből állnak. Az első év ebből az úgynevezett Common First Year, amelynek során mi fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink ugyanazt tanulják mindannyian. Ez időt ad nekik arra, hogy kialakítsák a saját elképzelésüket, hogy melyik programon szeretnének utána tovább tanulni, és arra is lehetőséget ad nekik, hogy hasonló alapokról induljanak neki a későbbi tanulmányaiknak. A 6 szemeszter 5. fél évében a diákoknak lehetősége van, hogy Erasmus keretében külföldre menjenek, és egy fél évet egy külföldi partnerintézményünknél töltsenek el tanulmányokkal. Szintén ugyanebben a fél évben választhatják úgy a hallgatók, hogy inkább szakmai gyakorlatot végeznének, akár Magyarországon, akár külföldön. A 6. fél évre visszajöve a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalataikat aztán elméleti szintre is átültethetik, illetve megvizsgálhatják, hogy milyen elméletek működnek a gyakorlati életben. A Common First Year, vagyis a közös első év magyar nyelven is elvégezhető. Az év során a diákok extra angol órákat kapnak, mert a második évtől már az angol nyelvű BSC programokon kell folytatniuk tanulmányaikat egy nyelvviszony felmérő megírása után. A közös első év elvégzése után a hallgatóinknak választania kell a 3 alapképzési szakunk közül.
Az első ezek között a Business and Diplomacy, amelynek során a diákok a nemzetközi üzleti élet, a nemzetközi diplomácia és nemzetközi tanulmányok területére szerezhetnek mélyebb betekintést. A program végén várhatóan non-profit szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél, mint az IMF vagy a Világkereskedelmi Szervezet, vagy lobby cégeknél helyezkedhetnek el. A Financial Management alapképzés során a hallgatók betekintést kapnak a vállalati pénzügyek, a kockázatkezelés, a vezetői számvitel és a költségszámítás rejtelmeibe egyebek között. A képzés elvégzése után a diákok a pénzügyi szférában tudnak elhelyezkedni, mint pénzügyi szakemberek, különböző pozíciókban, a befektetésektől, a kockázatkezelésen át, a különböző banki pozíciókig. A Management program elvégezhető 4 specializáció egyikével is. A Művészet Management specializáció lehetővé teszi a hallgatóknak, hogy később kurátorként helyezkedjenek el múzeumokban vagy galériákban, vagy hogy megtanulják a rendezvényszervezés alapjait. Az emberi erőforrás és pszichológia specializáció lehetővé teszi, hogy a hallgatók később menedzsment tanácsadóként, HR specialistaként vagy szervezetfejlesztőként helyezkedjenek el. A marketing specializáció betekintést nyújt a hallgatóknak a marketing különböző részterületeire, a tartalomgyártástól a márkaépítésen át a közösségi média marketingig, és lehetővé teszi, hogy a hallgatók később ezeken a területeken helyezkedjenek el. A turizmus specializáció a turizmus menedzsment különböző részterületeire nyújt betekintést, az utazásszervezéstől a hotelmenedzsmenten át a légitársaságok irányításáig. Mesterszintű képzéseink egyévesek, és mivel az órák a délutáni és esti idősávokban zajlanak a hétköznapokon, ezért főállású munka mellett is elvégezhetőek. Közülük 3 nem igényel előképzettséget az adott területen. Az MSc in Human Resource Management, vagyis Emberi Erőforrás Management, lehetőséget teremt a hallgatóknak arra, hogy tovább lépjenek karrierjükben, és szakosodjanak az emberi erőforrás egy bizonyos területére. Az MSc in International Management, vagyis Nemzetközi Management Mesterképzésünk, amely Budapesten és Bécsben is elvégezhető, az MSc in IT for Business Data Analytics, vagyis Üzleti Adatelemző Mesterképzésünk, betekintést nyújt a Big Data világába, és eszközöket ad a cégek által felhalmozott adatok elemzéséhez. 2 mesterképzésünk előzetes tanulmányokat vagy munkatapasztalatot igényel az adott területen. Az MSc in Financial Management, vagyis a pénzügyi menedzsment mesterképzés a kockázatelemzéstől a vállalati pénzügyekig a pénzügyek különböző területeire nyújt betekintést a hallgatóknak. Az MSc Marketing Management, vagyis marketing menedzsment képzés a marketing kutatástól a felelős marketingig ölel fel témaköröket, amelyek lehetővé teszik a hallgatóknak, hogy specializálódjanak ezek valamelyikére a karrierépítésük során. Az MBA in Data Driven Management, vagyis adatvezérelt menedzsment MBA képzésünk egy egyéves program. A program során a diákok betekintést nyernek az elemzőkészség, az adatelemzés, az üzleti intelligencia különböző területeire, és egyéb a menedzsment számára elengedhetetlen készségeket, mint például az üzleti kommunikációt is gyakorolhatják és mélyebben elsajátíthatják. A program 3-5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező hallgatók számára készült, mivel a képzés során különösen előtérbe kerül az, hogy a megszerzett ismereteket hogyan tudják a saját életükből vett példákra vonatkoztatni. Az egyetemi előkészítő programunk, vagyis az International University Foundation felkészíti a hallgatókat arra, hogy angol nyelvű tanulmányokat folytassanak az EBS-en alap- vagy mesterszinten. Ehhez különböző szinteken, ami megfelel a saját angol nyelvtudásuknak, heti 16 óra angol nyelvi képzést kapnak. Fontosnak tartjuk azonban, hogy a felsőbb szinteken ezek ne csak angol nyelvi órák legyenek, hanem bizonyos készségfejlesztő órák is, amelyek az IT, a matematika, vagy az interkulturális kommunikáció területén segítik a hallgatókat abban, hogy az angol nyelvű kifejezéseket is minél jobban megtanítják. A 7 fél év alatt elvégezhető magyar nyelvű gazdálkodási és menedzsment programunk az üzleti világ különböző alapterületeire nyújt betekintést, a marketingtől az emberi erőforrás menedzsmenten át a pénzügyek alapjaig. Az angol programjainkhoz hasonlóan
Itt is kiscsoportos, interaktív és gyakorlati irányultságú képzés folyik. Fontos, hogy erre a képzésünkre a felvi.hu oldalon keresztül tudnak jelentkezni. A gazdálkodási és menedzsment program részeként a hallgatóknak kötelező szakmai gyakorlaton kell részt venniük, és ők is elmehetnek Erasmus programra valamelyik partnerintézményünkhöz külföldre egy vagy két fél évre. Képzéseinken a kompetenciákra épülő megközelítést vesszük alapul. Ennek lényege, hogy nem az számít, amit az oktató elmond egy adott tanórán, hanem az, hogy a hallgatók milyen képességeket szereznek az óra, illetve a program végére. Oktatási módszertanunkat is ennek rendeljük alá. Nálunk nincsenek előadások, hanem a képzések kis szemináriumi csoportok között zajlanak, amelyek lehetőséget adnak az interakcióra, a diskurzusra, az esettanulmányok és szerepjátékok behozatalára. Oktatóink nagy része jelentős üzleti háttérrel és tapasztalattal rendelkezik. Megtalálható köztük befektetési bankár, az MNB volt elnök helyettese, korábbi nagykövet, nemzetközi cégek marketing igazgatója és egyéb vállalati felsővezetők is. Ők tudásukat és tapasztalatukat saját példákon keresztül hozzák be a tantermeinkbe. A számunkérések során is arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a hallgató milyen képességekre tett szert az órai feladatok elvégzése során. Így megint csak nem az a fontos, hogy a megtanult ismereteket előhozza és azokat papírra vesse, hanem az, hogy ezeket alkalmazni legyen képes különböző környezetekben, különböző példákon keresztül. Az úgynevezett Upskill program a rendes alapképzésünk részeként egy egyéves, 6 modulból álló program, amely a diákok készségfejlesztését szolgálja. Ennek alapja az egyik legnagyobb magyar álláskereső portállal közösen folytatott kutatásunk, amelynek révén beazonosítottuk azt a 6 fő készségterületet, amelyet manapság Magyarországon a munkaadók leginkább megkövetelnek az állásra jelentkezőktől. Ezek a szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, az IT és kvantitatív számítási készségek, illetve az elemzési és szervezési készségek. A 6 modul elvégzése minden az alapképzésben résztvevő hallgatónk számára kötelező, akik személyre szabott készségfejlesztésben részesülnek, a nekik leginkább megfelelő szinten az egyes részterületeken. Képzéseinkre az IBS honlapján lehet jelentkezni. Az online jelentkezés alap kitöltésével egyidejűleg 100 euró jelentkezési díjat kell befizetni, és feltölteni a szükséges dokumentumokat. A alapképzési programjainkhoz az érettségit kell feltölteni, illetve ha rendelkezik bármilyen nyelvvizsgával, akkor ennek dokumentumait. Mennyiben valamelyik mesterképzésünkre jelentkezik, kérjük az online jelentkezésben töltse fel alapképzési diplomáját és nyelvvizsgáját. Mesterképzési hallgatóink egy online interjún vesznek részt. Ha nem rendelkezik angol nyelvvizsgával, lehetősége van részt venni az IBS angol nyelvi szint felmérőjén. Ennek eredményétől függően folytathatja tanulmányait alapképzési vagy mesterképzési programunkon. Ha nem rendelkezik a szükséges angol nyelvi szinttel, lehetősége van részt venni egyetemi előkészítő programunkon, ahol heti 16 órában tanulhat angolt. Magyar nyelvű képzéseinkre központi jelentkezéssel egyidejűleg a felvi.hu-n tud jelentkezni. Magyar diplomát adó alapképzéseink tandíja 400 ezer forint fél évente, angol diplomát adó alapképzéseink tandíja 3700 euró fél évente. Angol nyelvű mesterképzéseink tandíja 4700 euró fél évente, az IT mesterképzésünk tandíja 5500 euró fél évente.
Hallgatóinknak lehetőségük van ösztöndíjra jelentkezni, mely 25% tandíjkedvezményt biztosít nekik az első évre. Ehhez rendelkezniük kell egy IELTS 6.5-ös, vagy egy TOEFL 90 pontos nyelvvizsgával. Az emelt szintű angol érettségén elért 80%-os, vagy e fölötti eredményt is ösztöndíjjal jutalmazzuk. Itt szintén 25%-os tandíjkedvezményt kaphatnak hallgatóink az első évre. Másodévtől kezdve hallgatóinknak lehetőségük van tanulmányi ösztöndíjat kapni, mely a tandíjuk 50, illetve 75%-át fedezi. Hallgatóink mesterképzési programjainkon is szerezhetnek ösztöndíjat, melynek mértéke 25%, ehhez 90%-os alapképzési diplomával, illetve egy IELTS 6.5-ös vagy TOEFL 90-es nyelvvizsgával kell rendelkezniük. Sziasztok, Emma vagyok, másodéves hallgató vagyok az IBSM pénzügy szakon, illetve ezen kívül még mentor vagyok az elsőéves tanulók számára, illetve a pénzügyi klub egyik alelnöke vagyok. Az IBSM mentorként az elsőévesek beilleszkedését segítjük leginkább, segítünk nekik a vizsgában való felkészülésre, vagy bármilyen személyes problémával fordulhatnak hozzánk. Igazából mindenképpen angolul szerettem volna tanulni, tehát azért választottam az IBS-t, mert itt tudtam, hogy tudok angolul tanulni, anélkül, hogy el kéne költöznöm valahova, illetve ugyanúgy brit diplomát kapok, mintha Angliában tanulnék. Szerintem a nemzetközi környezet mindenkit nagyon nyitottá tesz, és egy olyan nyitott gondolkodásmódot ad, amit ma a multicégek nagyon sokra értékelnek. Hát angolul tanulni az első fél évben a legnehezebb, utána egy pár hónap alatt szerintem bele lehet rázódni, most így a második év vége felején már szinte nem is érzem a különbséget. Az IBS előnyei magyar egyetemekkel kapcsolatban többek között például az, hogy kis csoportokban tanulunk, az, hogy maximum 20-25 fő van egy csoportban, a tanárok ismernek minket, nem csak egy számok, egy neptunkódok vagyunk nekik, tudják, hogy mik a gyengeik, tudják, hogy mik az erősségeink, és szerintem ez nagyon fontos. Továbbá azt is fontosnak tartom, hogy egy angol diplomát kapunk, University of Buckingham diplomáját, ami Magyarországon egy nagyon nagy egyedülálló dolog.
Bárány Balázs vagyok, másodéves hallgató az IBS-en, diplomáciát tanulok. Már egészen kiskorom óta érdekelt a világ és a különböző kultúrák sokszínűsége, ezért döntöttem emellett az egyetem mellett, hiszen ide valóban a világ minden pontjáról érkeznek diákok, és számomra ez nagyon motiváló volt. Az IBS-en sokkal hatékonyabb a tanulás, mint a legtöbb hasonló intézményben, hiszen nagyon kis csoportokban dolgozhatunk, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy az egymás közti munkát, illetve a tanárokkal való interakciót is gördülékenyebbé tehessük. Nekem több kedvencem is volt személy szerint, de alapvetően a közgazdasághoz kapcsolódó tárgyakat szerettem a legjobban, mert ezt itt sokkal integráltabb módon tanítják, mint amire számítottam. Valós példákon keresztül tanulhatunk ezekről a dolgokról, illetve olyan tanároktól, akik maguk is tevékeny részesei voltak az üzleti, vagy akár a jogi, politikai, diplomáciai szcénának korábban. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hatékony. Számomra az egyik legnagyobb pozitívum itt az IBS-en az a klub életnek a miensége, hiszen itt a pénzügytől egész a politikáig és a sportig nagyon sok önszerveződő körbe és klubba lehet belépni. Én például a Politics and International Relations Clubot szervezem az idei szemesztertől, és ez egy olyan lehetőség, amit mindenképp meg kell, hogy említsek, hiszen itt az amerikai nagykövettől Európai Uniós delegátig nagyon sok szakembert meghívtunk már a klub nevében, velük lehet interaktív módon beszélgetni, de ezen felül foglalkozunk még public speaking-el, tehát a szónoklatokat elemezzük és azt gyakoroljuk. Mindenképpen nagyon hasznos dolog ez, egyelőre 9 fővel működünk, de várjuk a jelentkezőket, rengeteg tervünk van. Nagyon jelentős előnye még az IBS-nek a vizsgáztatási rendszer, hiszen ez merőben eltér a klasszikus és kicsit manapság már vaskalaposnak tartott módszertől. Itt nagyon sok beadandót kell írni, ami elsőre ijesztőnek hangzik, viszont ha jobban belegondolunk, itt tényleg azt lehet visszaadni, amit az ember tud, és nem azt nem visszaadni, amit nem. Számomra ez kifejezetten pozitív volt. Az órákon is egy nagyon interaktív jelleg uralkodik, és a tanárok nagyon készségesek, elérhetőek, segítőkészek, természetesen ez a beadandókra is vonatkozik. Emellett vannak klasszikus értelembe vett vizsgák is, viszont sokkal több rétű maga a tudásnak a felmérése. Úgy gondolom, hogy ez konkrétan egyedülálló itt az IBS-en. Számomra egyértelmű volt, hogy az IBS-en szeretnék mesterdiplomát szerezni. A munka mellett végezhető egyéves képzés, a nemzetközi környezet és a brit diploma mind olyan tényezők voltak, amik segítettek a döntésben. Természetesen ez az év most más, mint az előzőek. Vannak osztálytársaim, akik csak online csak tudtak csatlakozni az órára, és nem lehetnek személyesen velünk. A nemzetközi környezet számos pozitív lehetőséget rejt magában. Olyan országokból ismerhetek meg diákokat, amire másképp nem lenne lehetőségem. Ez a jövőmre is nagyon pozitív hatással van, hiszen olyan kapcsolatokat építhetek ki, amikre másképp nem lenne lehetőségem. Az IBS a brit oktatási rendszer alapjait követve a kis csoportos, gyakorlatorientált oktatást részesíti előnyben. A tanárok nagyon segítőkészek, és mivel nagyon kis csoportos órák vannak, ezért több figyelmet is tudnak szentelni egy-egy hallgatóra, illetve a valódi üzleti világból jönnek, és olyan cégeknél dolgoztak, vagy dolgoznak jelenleg is, amik nagyon élő példát tudnak elénk hozni, és olyan mai újságcikkekkel, vagy könyvekkel, vagy helyzetekkel dolgozhatunk így, ami máshol nem is lenne lehetséges. Egy osztály 12 fős, és inkább ilyen szeminárium jellegű. Az órák késő délután este felé vannak, 6 órakor kezdődik az első óra, és néha olyan 8-9 óráig szokott tartani. Számomra fontos volt, hogy jó időpontban legyenek az órák, mert van egy főállású munkám, és így fontos volt, hogy kényelmesen odaérjek az órákra, és ne kelljen sietni, illetve hogy megoldható legyen az, hogy ott tudjak figyelni a munkahelyemen és a mesterképzésen is. A felvételi egy nagyon könnyű folyamat volt. Egy pár nap alatt, maximum 2 hét alatt vége is volt az egésznek, igazából is kiderült, hogy felvettek. Az elején fel kellett tölteni minden fontos dokumentumot, és ki kellett tölteni minden adatot az online jelentkezési rendszerben. Ezek után részt kellett vennem egy online interjút,
Az online interjú egy körülbelül 20 perces beszélgetés volt a professzorral, ahol kiderült számára, hogy megfelelő előképzettséggel és nyelvtudással rendelkezem a mesterszinthez. Az interjú után hamarosan ki is derült, hogy fel is vettek, és a felvételi osztály nagyon közvetlen volt az utána lévő időszakban is. Bármi kérdésem merült fel, nagyon hamar választottak minden felmerülő problémámra. I'm delighted to welcome you all to this ceremony, a joyous occasion marking your achievements and the start of the next stage of your lives. Let's all share and celebrate every success as though it was our own. Community is an important part of our shared cultures and it's vital that we recognise that not everyone here will be fortunate enough to be with their families today. Today is a very special day for all of us here, for students, parents and friends. It's a day to celebrate success. The hard work is over, and now it's time to feel proud of what has been achieved. For the International Business School Budapest and the University of Buckingham, it is a special day too, adding to the cohorts of students who have progressed into the world from our two institutes.